Borkultúra női szemmel. Ezzel a címmel rendezett idén második alkalommal különleges programot a Nők Együtt Sikeresen Egyesület. A siklósi szervezet maga is 2 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy korosztálytól és társadalmi rétegtől függetlenül a térségben hiánypótló női szemszögű feladatokat keressen és hajtson végre. Ilyen ez a rendezvény is, amely a Nők a magyarországi borvidékeken alcímet viseli. A borrégiókból 2 borászhölgyet és 2 olyan borászat bemutatóját látjuk, ahol hölgy a fő borász. Vendégünk Kocor Kálmán, a Borrendi Szövetség elnöke. Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Nagy Csaba most, mint az Egyesület pártoló tagja foglalt helyet az asztalnál. Mint mondja, úgy érezte, mindenképpen el kell fogadnia a felkérést erre a pozícióra. Azt gondolom, hogy egy ilyen civil szervezet a társadalmi kérdésekben úgy tud megnyilvánulni, ahogy a férfiak nem. És nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy a női nézőpont, a nőknek az érdekképviselete az női kézbe legyen. És azt is gondolom, hogy ismerve az Egyesület tagságát, hogy egy olyan társadalmi tevékenység indult el itt most Siklóson és Siklós környékén, ami országosan is példaértékű lehet. A programon a vendégek különféle borokat kóstolhattak, kötetlen beszélgetéseken vehettek részt, de szakmai előadásokat is hallhattak az ország más-más pontjáról érkezett pincészetek vezetőitől.